Megkezdődik hamarosan a kiértékelés, mindenki figyeljen nagyon oda, kétszer nem fogjuk elolvasni senkinek a nevét. Én ezennel átadom a zsűri elnökének a szót, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Bérje Ános vagyok, a Telki Bicskei, Bicskei Gáspár, csend legyen, akkor fogják hallani. Bérje Ános vagyok, a Telki Bicskei, Bicskei Gáspár tüdőcsapatnak vezetője, és tudni kell, hogy 1849. április 4-én Telki Bicskén zajlott rá a dicsőséges tavaszi hadjárat, és ezt még mai napig minden évben megünnepeljük, körülbelül 1200 hagyományőrző, mindegy 30 ezer néző előtt lejátszuk a Tápió csatát. Én most azért kértem szót, mert mi szeretnénk a búcsi gyerekeket meghívni 50 főt a Tápió Bicskei csatára, amit költségeit a Tápió Bicskei barátainak köre fogja fedezni. Szép napot kívánok mindenkinek! Túl vagyunk egy nagyon nehéz napon, úgy gondolom, aki itt volt velünk reggel fél hét óta, az átért mindent, amit itt át lehetett élni ezen a napon. Időjárástól kezdve a rengeteg munkán keresztül mindenem. Először is azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy akik ezt előkészítették, hogy létrejöhetett a második nemzetközi hagyományőrző bucsi kolbász és hurkatöltő böllérverseny, ők megérdemelnek egy nagyon nagy tapsot, a szervezők, akik hozzájuk a polgármesterek, a társadalmi egyébként. Mind a 23 csapat, aki reggeltől kezdve ilyen körülmények között volt, akinek a sátra elrepült, volt a vízbe esett, feldolgozták a hízót, gyönyörű szép munkát végeztek, mi a zsűri részéről megköszönjük a csapatoknak a munkát, amit kaptunk ételeket, kimondottan jó ízűek voltak, érződött a tájjellegű főszerezés csapatonként, nyugodtan kimerem jelenteni, sőt, meglepően finom ízű ételeket, hurkákat, kolbászokat kaptunk. Ugye reggel már azt elmondtuk, hogy tulajdonképpen 7 kategóriába pontozott a zsűri, ahol benne volt a sütemény, a böllér pálinka, a leves, hurka, kolbász, káposztás ételek és egyéb ételek. Ezen kívül nem akarom tovább húzni a szót, hogy mindenki már fáradt várja az eredmény hirdetést, el is kezdenénk az eredményeknek a hirdetését. Volt egy csapat, aki úgy tudom, hogy disztót ugyan nem vágott, de nagyon jó hangulata volt. Ők egy oklevelet és egy kupát kapnak a legzsiványabb csapat címmel, a Kóbor Betyáról. Gondolom, hogy később megkapják a kóborbetyárok ezt az elismerést. Most pedig szeretnék átadni egy különleges kiállításért a hazajárók csapatának egy kupát és egy oklevelet. Köszönjük. Mai napi munkájáért körödében részesült Link Lajos csapata.
különdíjban részesült magyarok megmaradásáért Dunai és Gram DT. Közönségdíjban részesül PKS Pigér Rokan Bucs. Szerint a Kutai csibészek Andi Szekeres Rancs portáját ítélték. Legszebb tálalásért adtunk ki egy díjat, ami nagyon harmonikusan össze volt rakva és szépen volt megtalálva az egész munka, amit elkészítettek. Ők a Ceglédbelceli Húsbolt és csapata érdemelt. Elérkeztünk az egyéb ételek kategóriájához, visszafelé természetesen harmadik helyezett lett a hazajárók csapata. Egyéb ételek kategóriában második helyezés ért el. Olvassak ki főnök! Macka madarasi, Insland! Gratulálunk neki! Önnek már is nagyszerű! Gratulálunk! Egyéb ételek kategóriájában első helyezés ért el Százszor Szép Művelődési Egyesület. Elérkeztünk a sütemények kategóriájához. Itt a zsűri úgy döntött, hogy két külön díjat is kiad a helyezések előtt. Így külön díjban részesült, megint a főnökön. A Liebner kerti legények. És akkor a sütemény kategóriában szintén egy külön díj következik, amit a legfiatalabb süteménykészítők kapják, Búcs Jóvodáshoz. Süteményben a harmadik helyezést
Marios, DHZ e-mail csapat. Tehát az Olvarios, de az e-mail csapatát várjuk a díjátvételén. Köszönjük, hogy megkapjátok. A sütemény kategóriában második helyezés értem, Tápió Szent Márton csapata. Tápió Szent Márton csapatát várjuk a díjátvételére. Sütemény kategóriában az első helyezés, Nemes Ócsa csapata nyerte. És már is elérkeztünk a Böllér pálinkás sorához, ahol a harmadik helyezést Brezov Jöne csapata nyerte. Gratulálunk hozzá! Pálinkában a második helyezést Leibner Kerti legények csapata nyerte. És a pálinkában az első helyezés a Budai Csibészek Szekeres Rajz csapata nyerte. Akkor elérkeztünk a levesek kategóriájához, leveseknél a harmadik helyezést Csemadok Naszfat csapata nyerte. Gratulálunk hozzá! Csemadok csapatát várjuk, köszönjük, látom jönnek! Gratulálunk! Gratulálok! A levesek kategóriában a második helyezést Kunmadaras csapata ért el. És a levesek kategóriában az első helyezést Zámol Sörfőző csapata nyerte. És elérkeztünk a káposztás ételek kategóriájához, ahol a harmadik helyezés Kímint csapata nyert. Káposztás
kortárs ételeknek második helyezését. Tápió Szent Márton csapata nyerte. És akkor a káposztás ételeknél az első helyezést, megvárom még a gratulációt. Tehát az első helyezést Kesztőci Soltozó csapatának. És akkor elérkeztünk a hurka kategóriához. Hurka kategóriával harmadik helyezett lett Szabadközi Lovagrend Vajdaság csapata. Gratulálunk! Gratulálok még egyszer. A hurka kategóriában második helyezettet Zámoél Baráti Társaság. Elérkeztünk a hurka kategória első helyezettjéhez, aki nem más, mint az Agro Service csapata. Gratulálunk hozzá, és akkor elérkeztünk a kolbász kategóriába. A kolbász kategória a harmadik helyezett lett, Csallóközi hagyományőrző. Csallóközi hagyományőrző. Kovász kategória második helyezett lett, Búcsi polgármesteri hivatal csapata. És akkor kolbász kategóriában az első helyezés nem más csapat nyerte, mint Nemes Ócsa. Szeretnék közben még bemondani, kérnék a búcsi óvodásokat, jöjjenek ki a legfinomabb süteménynek által kézzel külön díjjét. Gratulálok! Elérkeztünk egy olyan díjhoz, amit a zsűri általában ki szokott adni, hiszen végül is egy Berlin fesztiválon vagyunk,
szokta a zsűri nézni, és díjazza a böllér munkát is. Úgy gondolom, hogy az most is nem lehet elkerülni, hogy 23 csapatban a böllérnek nemekői munkáját. Ez konkrétan húsfeldolgozáshoz, formázáshoz is elébekről szól. A zsűri alapján úgy döntött a zsűri, hogy a úgynevezett böllér királyt, aki ezt a munkát zsűri szerint legszebben végezte, az a Kunmadaras csapatának a böllére. Kunmadaras gondolom azért már jön a díjé, vagy a böllérje jön érte. És azért még az izgalmat úgy, hogy nem még eddig úgy van, talán az összehez még, a múltok öröm. Hasonlóan izgalmas. Itt a legjobb böllér. Hoppá! Gratulálunk a böllér úrnak az elvégzett munkáért. Csak elérkeztünk gyakorlatilag a Vásárhelyi Egyetemen joglevél van a kezemben. Ez az összetett munkát díjazó joglevél, ami annyit jelent, hogy ez a csapat, aki ezt készítette, úgy gondolom, hogy nagy érdemmel kapja meg ezt az oklevelet és ezt a kitüntetett oklevelet. Ugyanis, amit elébünk hoztak termékeket, azon kívül, hogy nagyon szépen meg volt tálalva, különleges ételek voltak rajta a tálhatók, és ízre, ugye mindenki meglepődése, nagyon-nagyon finom ételek voltak. Nem húzom az időt tovább, hát a csapat nem más, mint a Cegléd-Belcei Húsgörlői csapat. Hiszen ha jól tudom, a tavalyi verseny is ők vitték át a hasonló díjat. Az előbb kimaradt és nem jöttek el egy a díj, és szeretném még egyszer felolvasni. Adott ki a zsűri egy ilyen díjat, hogy legszebb portál díja, akit a Guti csingészek és a Szekeres Tánc csapata nyer. És akkor szerintem még ne menjenek sehova a Guti csibészek, már még a pálinkának az elsegedés és az övék. És azt még szeretném megkérdezni, hogy a kóbor betyárok befutottak-e valahol? De legelőször szólítottuk őket, de gondolom akkor, hogy nagyon messze lehettek. Meg most is messze vannak, nem majd később akkor megkapják. Köszönjük szépen, és átadom a szót a nekik. Hoppá! Az e-mail csapatát várjuk a dokra élni. E-mail. Nem tudom, hogy megjött-e még a külön díjak sorában volt egy magyar megmaradásért csoport, aki egy külön díjat kapott meg és mellett áll. Nincs. Megvannak? Megvannak.
akkor van még egy oklevelünk, egy különbségdíj oklevél, aki nem más kapott, mint a PKS Agrofon Búcs. Gondolom a szervező munkája bőségesen kiállom egy oklevél és kupa. Megjöttek a kóba, végére megvan mindenki, én ezt átadjuk a kóborbegyároknak, és kiadok a zsetonos játék fog következni. Harmadik helyezést a zsetonokban nyert a Csemadok Naszvad csapata. A második helyezést, a 300 eurót a zámoi sörfőzők csapata nyerte. Gratulálunk, és az első, aki a 500 eurót nyerte, az nem más pedig, mint a Kesztölci Csontozó csapat. Közel 400 zseton gyűjtöttek, úgyhogy gratulálunk, ügyesek voltak. A tavalyi csapat az nem jött el, az 1002-vel győzött a tavalyi csapat, sajnos. Most pedig még egy kis figyelmet kérek. Zsákovics László el fog énekelni nekünk három szíves szóló dalt. Azt hallgassuk figyelemmel, és utána pedig kezdődik a gondolkozásra még. Köszönjük ezt a versenyt kint a nagy színpadon. Akkor én megígértem önöknek, hogy reggel... Tehát ott én megígértem önöknek, hogy mikor reggel elkezdtük a zsűrizést, ugye a zsűrizés nap folyamán szabadtűzi lovagrendnek a zsűri ruhájába végeztük, és mint ahogy tetszenek látni most meg a zsűri, az első magyar fején azt a lovagrendnek a díszruháját viseli. Engedjék meg nekem, hogy elmondjam azt, hogy az első magyar fehérasztal lovag Magyarországon kereken 10 éve alakult, és ez az egyetlen egy lovagrend Magyarországon, akinek az alapító tagjait a parlamentben lettek felavatva. A nagymesterünk Benke Laci bácsi, és a filozófánk, hazánk, szakmánk, becsületünk. Még ez mellett a hagyományőrzés védelme, szakma szeretete, fiataloknak az átadása. Laci bácsi szokta mondani, a fehér asztal a béke szigete, népek, nemzetek jövője dőlhet el ott, és a mi sorsunk is. Úgy gondolom, hogy azzal az elképzelése a fehér asztal lovagrend, hogy a Kárpát-medencében élő embereket kell képzelni, hogy a fehér asztalhoz rájutesse. Mai napon majdnem hogy sikerült, hiszen ez a Nemzetközi Bőrlék Fesztiválon, ami Búcson a második alkalom volt megrendezve, szinte Vajdaságból, Erdélyből, Délvidékről jelen volt minden nemzet, ami látszott is a tételeken. Én azt kívánom mindenkinek, hogy hasonló melegérzésű rendezvényekkel vegyen részt, beszélgessen, barátkozzon, kóstolja a másik csapatnak az ételét. A Jóisten áldjon meg bennünket, további jó szórakozást kívánok! Köszönöm.